És köszöntök ezennel minden egyes hallgatót, nézőt, közönséget. Ez itt az XP Revolution, és én Máté vagyok. És mit láthatják? Végre valahára visszatérünk. Most elhagyjuk a sötét lelkék birodalmát, és amúgy meg a tengeri hadjáratokat is elhagyjuk most egy pillanatra. A tengeri ütközeteket. Hát most eljövünk egy picit középkori helységekre fogunk most elkalózolni, visszatérünk a Witcher világába. Mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rég, és jó, nem olyan nagyon rég. Már előző héten, amióta tönkrement a gépem, és a tévém, az más a kettő. Amióta tönkrement a tévém, azóta nem csináltam Witcher videót. És most már itt volt az ideje most már tényleg, hogy belehúzzunk már Witcher videókkal, mert miután megjavult a tévém, azóta már sikerült kettő Dark Souls videót csinálnom, Witcher még egyet sem. Szóval most már bele kell húznom Witcherbe is, főleg, hogy miatt már tényleg be kell már fejezni. Ó, köszönöm szépen, hogy benyitottad az izét. Igen, itt tartottunk, pontosan itt tartottunk, ahol itt abba hagytuk az előző videóba. A fotunk a tábortűznél, és most az van, hogy most akkor az előző videó tartalmából, hogy megteljesítettük a próbatételt, amit az öreg asszony nekünk mondott, mert most azt csináljuk meg, hogy feladta a leckét arra, hogy most bedobott a izébe a, mi az? A tóba egy ilyen orrend, a taszos orrend, és az volt a feladat, hogy találjuk meg. És hát bizonyos, elég egyszerűen, nyilvánvalóan egy Witchernek nem volt kihívás, elég egyszerűen sikerült teljesítenünk a próbát, és akkor most ezzel bejutást szereztünk Ciri-vel együtt a Kopasz hegy tetejére, hogy ezzel fel tudjunk menni, megtalálkozni Imleriffel és a három fúriával. Itt áll a kapuőr, nem is kapuőr, mert talán már benn vagyunk a kapun, de az őr, aki őrzi a Kopasz hegy tetejét, és csak azok mehetnek át, akik méltóak rá. Most itt van egy kérdés, most a Szit azt, Stoki azt felengedi, mert ő fiatal, az öregeket nem engedik fel. Tatos Oren halálos ítélet. Hát tessék, hát akkor néz ki ez. Nem tudom most ilyenkor mi van, mert ez is érdekes, hogy a tök mindegy, mit csinálunk, az a baj. Most odaadta nekünk a Datos Orrent, és akkor ezzel bejutást szereztünk. És ez most vagy az történt, hogy most szépen átbaszott minket a drágátos öregasszony, és inkább meg akart minket öletni a francba, vagy nem tudom, azért próbatétel, hogy most tényleg kiárjuk-e a próbát. Na, az jó, te találtál te engem, hallod. Közben beszéljek közben, a Ciri közben majdnem megölte az egész üzét. Aztán, hogy... Mi volt ez? Ez inkább ilyen gajgolyra hasonlít, vagy ilyen nagyon furcsa mutáns szerzetre. Na, és akkor most megbeszéljük, hogy most akkor kikapjon el kit. És most Ciri és Geralt most éppen próbálnak most kialkulni, most hogy kiküzdjön meg az Imleriffel. Hát úgy néz ki, hogy a Geralt nyert, Geralt fog megküzdeni Imleriffel, döntött a sors. Imleriff veszélyes, ami amúgy igaz, veszélyesebb, mint a fúriák sokkal. És ez nem igaz, mert szerintem azért a Geralt azért mégiscsak sokkal erősebb, jobb harcos, mint a Ciri-t. Amikor a Ciri még konkrétan nem is élt, akkor a Geralt már úgy forgatta a kardot, mint a kurva élet, szóval... Hát nem véletlenül másra már lassan eléri a 100 éves kort a Geralt. Ciri meg ilyen nagyjából ilyen 20 éves körül lehet amúgy, 21-22, én talán annyira tippelnék, nem többre. 30 nincs, az biztos. Most akkor először akkor Cirivel fogunk akkor csapatni. Végre elérkezik a bosszú pillanata, amit már annyira vártunk. Hogy megbosszuljuk a Kermoveni csatát. Imleriff, és még nem, persze nem oda megyünk. Hoppá, először meg kellett volna vizsgálnom. Na mindegy, most már ezt elhamarkodtam egy picit. Valószínűleg itt nincsen semmi, nem mintha Cirivel annyira fontos lenne egy gyűjtögetni, mert nem tök mindegy. Geralt nem megéri max.
fúriákat azért kapjuk el, mert ők is itt vannak, meg amúgy is azért is dühösek vagyunk rájuk, mert ugye a Szilit meg akarták enni, amikor megtalálták a mocsárba. És most pont jó alkalom, most Szili most bosszút állhat akkor most ezzel, hogy meg akarták őket, meg akarták őt enni. És most ezzel most törleszhet. A Szili, aztán meg Gerált meg elmegy Imleri fesz bosszút állni, Vezemírért, mert levágatta a fejét. Eltörte a nyakát, azt nem levágatta a fejét. Azt mondja, mit csináljuk meg. Na. Közben láttam, itt főzőcskéznek itt a fúriák. Tehát így kéne kinézniük amúgy a valóságban is, de sajnos ez csak egy illúzió. Mi a fát etetik amúgy, hogy mi az Isten? Hát valószínű. Kopasz hegyfáját. Mi az? Óriás tölgy. Tölgyfa. Azt etetik, mert az élő a fa. Na hát akkor mindegy. Megérkeztünk, azt már megyet és a harc. Semmi beszéd. Nem kell itt izé csacsogni, meg izé jártatni a szánkat. Egyből. Csapjunk bele a lecsóba egyből. Vessük bele magunkat a hajcélőbe. Baszassuk. Na hát már mindenki izé felvette. Átváltozott transformation megvolt. Ez azért van egy kis beszélgetés, azért mégiscsak. Vagy legyen ilyen értelme a harcnak. Na hát ennyi. Nem is kell semmi olyasmi, hogy azért most bosszút állok, mert meg akartok nekem enni. Hát, nézd ki, hát tök mindegy. Na hát akkor nézzük, mire megyünk. Ez az első gameplay, ami nem is... És próbáltam még a Witcher-t még ezzel a tévével, sokkal furább. Azt mondom, hogy szarabb, furább inkább, azt mondom. Mert sokkal több izé van. És még mindig ott megvan az aktivátor a Tisztől, de viszont az nem ér semmit itt, mert hogy ez ilyen zárt helység. Van elmélete, baszki. Van ez a teleport képessége. Azaz. Szépen, faszán. Először ezt a kocsvaszt kéne szerintem elkatni, azt a nagy melákot. Mert talán őt egyszerűbben ne intézni azért, hogy ő bengább és is sokkal lassabb. Persze gondolom lehet, hogy sokkal több az élete is valószínűleg, de annyi azért nincs olyan sok. Már elvittem a félját itt szóval. Bazzeg, jó, nyugalom. Majd megint meghajom, mert nem menne jó. Vigyázzunk azért. Vigyázzál! Hékes, nyugalom. Bazd meg, azok a izé denevérek is konkrétan megtámadnak. Nem kell itt más. El kéne kapni az egyiket már legalább, mert azért... Még mindig minden hárman élnek, baszki, és ez nem jó. Majdnem elkapott. Nagyjából hármat, négyet tudok belesebezni, anélkül, hogy ne támadjon vissza. Aha, négyet. Megvan! Megvan a kotyvasz. Már csak a szöveny van és a sugyor. Ezek a nevek baznak, nagyon kész. De itt úgy nézem, mintha talán... Mintha több kevesebb benne az élet a sutyornak. Most ezt betaláltam úgy? Nem valószínű. De pont elteleportált a sutyor. Egy kevesebb élete van, inkább őt támadjuk előbb. A szövegynek több élete van. Ott a támad... És megint! Pont most akart... Pont most teleportált el, baszkét, beszarok. Most nekem is picit vissza kell vonulnom, mert baszki, alig van életem. Vigyázzunk a... Bazd! Ez nem tudtam, hogy nem hittem volna, hogy egyből ide jön konkrétan a pofám elé. Nem lesz jó. Nincsen... Ez a szar. Szének nincsen... élettöltője, vagy ilyenek. Ami nagyon szar. Töltődj már vissza! Fú, hát ez nem lesz így jó. Fú, most ez megint idejött a pont mögém, amikor nem figyeltem. Hát ez se ami könnyű, bassz meg! Nem az Immeri farc, az mondjuk az Immeri farc, azt hiszem, csak egy emberre kell figyelni.
De mázdim van, baszk, hogy izé sikerült kitérnem a támadásról, miközben ilyet támadott volna. A szövénynek még rengeteg élete van amúgy, csak most mondom. Megint kapkodok, megint gridelek, mint izé. Azt mondjuk, hogy a Dark Souls-ban nem gridelek, mert ott figyelek, itt se kéne. Vigyázzunk. Picit töltödjön fel az életünk, aztán utána támadjunk. Mondom, támadjunk. Háj, pont most akartam támadni, amikor éppen az a buzi éppen végre betalált. Sikerült a nagy izét erősebb villanás támadás. Igen. Nem villanás. A másik. Egész sok életen feltöltődött most. Hát miből nem dodzsolsz el, bazd meg? Hát a kurva grídelés, bazd meg. Vágod most a rohadt grídelés miatt majdnem meghaltam. Na, megvan. Ne. Fú, bazd meg, azt a rohadt élet. Rossz kislány, rossz köcsök szájú. Vigyázzunk, nehogy itt azért megint alánk jöjjön. Ha, nem már! Vigyázz innen, tűnj innen! Hagyjál békén! Ez nem jó dolog, ezt nem szeretem. Picit hagyd tölt csak már fel, olyan lassan tölt vissza az a nyomorult élet. És mondjuk most már betolok most... Most már nyomorultan betolok rá... Mi volt ez, halad? Átteleportálott az én mögém? Az hogy sikerült? De csináld már azt, amit akarok. Milyen csinálja azt a töltést? Nem csinálja azt a töltést, bazd meg. Nem tudom, mi van most. Valami nem csinálja azt a töltést. Júj, bazd meg, azt a rohadt élet. Oh, azt a kurva, mert egy kevés egyetem volt. Látszik, hogy ez nem egy easy mód, ez normál mód azért. És bőven elég! Buzi denevérek, bazdnak, megbasznak. Most! Ez az! Megvan! Ott van! Zsír! Első megvan. Fúriákat legyőztük. Remélhetőleg. Hát látom, a sutyor az meghalt. Kogyvasz is úgy tűnik, mint a meghalt volna, de nem tudom most pontosan. Valószínűleg igen. És még ott van még ez a szöveny. Ez. Ez még él, baszki. Fú, és ellopta izét, ellopta a vezetménynek a medálját, hoppá. Dob utána. És persze, hogy nem. Ez ilyen izés volt, ez ilyen megint ilyen Harry Potter-es volt amúgy. Harry Potter és a halálérki első részének a vége. Ez nagyon-nagyon esmi volt, amikor a vége felé, amikor el akarta teleportálni a Harry-ék. És a Bellatrix, hogy ki volt. Oda dobta utánuk a izét, a kését. Csak ennek is sikerült bedobni. Szélnek pedig nem. Hoppá, egy erőhely! Ó, erőgyűjtés. Fasza. Itt van az a szarság, amit nem tudtam megszerezni konkrétan. Most már megvan. De ezt nem fogom megcsinálni, ezt mind nem tudtam megcsinálni, mind nem tudtam odáig eljutni. És már jó lenne pedig. Még egy olyan valamit még fel kéne fejleszteni, hogy mit akarok még ide majd rakni. A utolsó szlotba. A 30-as szintű szlotocskába. Van ez a szerzett tűrőképesség. Minden megismert egyes szintű alkimia recept. Egy pontot ad maximális főzet mérkezéshez. Bombával a célzás közben az idő további 15%-kal lassul. Ez a pengékre alkalmazott olajok, mérkezett penge, szerintem ezt választom. Ezt inkább használom, mint a bombákat. A bombát szoktam használni, de inkább az olajokat szoktam általában használni, mondjuket. Főzet túladagolásod is fontos. De mindegy, most ennyit tudunk tenni. Jelenlegi állapotban. Most vejem, hogy be van készítve, nekem jobb be van készítve, csak valamiért megint bugos.
Igen. Még mindig a izék vannak, nem tudtam még mindig a... Mondjuk nem is tudtam volna, mert most konkrétan a 19. rész óta egy bizonyos küldetés szakaszhoz alá vagyunk rendelve, és nem tudunk innen ki, nem tudunk elmenni itt felfedezni máshova, meg ilyenek, mert egy bizonyos helyre vagyunk kötve. Mert ez a rész után tudunk majd elmenni máshova. Mert tudunk majd szétnézni, meg ilyenek, majd mellékküldözni, feltételtelen helyszíneket csinálni, meg stb. Itt van a retteg a Team Lilith. Sisak nélkül most már. Na. Baszassuk neki, küzdjünk meg. Küzdjünk meg. Ez egyike a nagy, hatalmas nagy izé, hatalmas nagy sztori változással bíró bosszal fogunk most megküzdeni. Ez nagyon fontos lesz ez a harca sztori szempontjából. És ez már elég azt bizonyítja, hogy már kurvára kevés, rohadtul kevés van már hátra a játékból. Az alapjátékból már konkrétan alig van már szerintem. És amit tippelni akarnék, kb. Ilyen öt rész van, mint talán aztán vége, szerintem. Kettő darab nagy küldetés rész van, míg több, mini, több kisebb küldetésből fog összeállni. És utána jön a fő, a végső küldi. Hát, hazudjunk neki, vagy ezért mondjuk el neki az igazságot? Hazudjunk neki. Egyedül jöttem, kész. Muimina úszodanna. Tök nem itt volt nekem úgy. Akármit csinálsz, levágom a fejed. Bosszút állok Vezemirért. Köcsög. Gyere be aznak a nagy-nagy izé buzogányoddal, meg a... pajzsoddal, gyere. Te. Na, baszassuk neki. Ez már egy jó, sokkal érdekesebb harc lesz. Öppá! Azt vágod meg, korán sebzek? Vágod meg, mennyi sebeztem az ellenfelem? Kurva jó voltam úgy. Nyomassunk be egy villámfűzetet. Passzott benne a sebzésünk. Erős, hát nem pont így akartam. Hoppá, és ez elkapott. Erős támadás villámfűzettel ilyen keveset sebez, vágod? Az a jó, hogy van ez a képesség, azt hiszem a képességnél van ez. Vagy valamelyik másik, nem tudom. Azt hiszem a képességeknél van. Ilyen bizonyos támadásoknál, hogyha nagyon közel van és pont eldodzsolsz, akkor itt azért belassít. És sokkal, sokkal menőbb így az egész. Epikusabb lesz a harc tőle. Mondjuk persze nem, mintha ettől gyorsabban el tudnék gurulni, vagy valami. Hát nem nagyon. Szépen lassan, mint ahogyan Geralt harcolna. Megfontoltan, körültekintően, nem izé, nem eszeveszettő per rohan a harc mezeibe. Megfontoltan, stratégiailag fogjuk legyőzni az ellenfelünket. Hátulról megküldjük. Azt hittem, hogy nem talál el, baszki. Ez nagyon népen, hogy eltalálós tudsz volt. Van izé élettöltőm, szóval nem sok, nem kevés. Fecském is van, fehér rafart párlatom is van. Persze kajám is van, szóval... De ilyenkor milyen tudok elgurulni ilyenkor? Jó, szar, hogy nem tudok. Ilyenkor még amúgy egyszerűbb, mert ezután jön majd a igazi. Amikor konkrétan leveszi a pajzsot, és akkor konkrétan megállás nélkül fog engem sebezni. Megállás nélkül küldeni fogjám az áldást. Használjuk most már a tüzet. Ezzel megszűnik az izéje, a jeges páncélzata, és talán ezzel keveset, talán ezzel többet tudok sebezni rajta, azt hiszem. Hát pedig nem is volt rajta a pajzs baszki előtte, hagyjuk már. Sebez nem nagyon tudom az ignivel, viszont le tudom vinni tényleg a fagyas képességét, amivel lefagyasztja magát. Már vittem a féljátét. Igen, valószínűleg egyértelműen látszik, hogy sokkal többet sebzek így, hogy most nincsen befagyasztva a teste, mint amikor be van fagyasztva. Itt kevesebbet. Úgy, akkor kevesebbet tudok sebezni akkor. Az a másik dolog, hogy gyenge a kardom. És hogy nem gyenge, hanem sérült. El van használódva. Fel kéne javítani picit.
Hoppá! Baszki! Mossuk a fehér rafardot. Már fele életének annyi. Mossuk le a jeges képességét. Ú, de szép volt! Azaz, ez így jó, eddig, fasza. Na mi van, nem tudsz elkapni? Mondjuk pont most elkaptál. Gyere te! Keringőzünk körbe-körbe, karikába! Ez az, gyere! Kis köcsök. Na most jön a baszó, izé, a második fész. Amikor konkrétan megállás nélkül izé támad. Nem csak egy megállás nélkül támad, de rohadtul erőseket támad. Pont utolsó nagy izé a movesetje kombójából, a utolsó move-ja azt talált be. Ez. Amikor így lecsap a földre. Hát rohadtul tetszik ez a boss fight, amúgy nekem nagyon, nagyon, nagyon élem. Úristen, mi volt ez? Bevágó volt az Imneri falod. Az picit érdekesen nézett ki, de... Aj, bassza meg! Hú, óvatosan. Mi a... Azt hittem, hogy nem vitte le azért a tüzes képességét. És a fagyos képességét nem vittem le a tűzzel. De levittem, csak sokkal gyorsabban izé át visszavált jégre. Hát a mát is váltott jégre újra. Fontosan át akar, hát egybe átvált izére, most azért nem tart olyan sokáig a esélyem arra, hogy most itt többet tudjak sebezni. Bár így csak hátra, gyerünk. Nyilván nem azért, nem olyan nehéz, mint egy Dark Souls boss. Persze, de azért ez se egy olyan egyszerű boss, ez is fontosan kell adni, és meg is vagyunk, ez az. Na nézzük! Gerált! Baszó izé! Eltérítések! Karddal, a macska karddal visszatámad, visszatántorítjuk a buzogányt is, és hasba döfjük! De ez nem elég! Húha! Hát azt kérdez szépen, akit megöltél az előbb. Akit elpusztítottál! És most jól megégettük a fejét. Hoho, ennyi. Itt a vége, barátom. Fú, baszki, szépen megégettük a fejét. Ez kellett volna az előbb is amúgy. Legelőször is ez kellett volna. Persze akkor mi izgalom lett volna belőle akkor. Húha. Geralt felveszi a buzogányt. Csak nem ad lesz, amire gondolok. Utolsó mosoly? Fú, de szép volt. Fú, de szép. A legjobb alkalommal fényképp, pont a legjobb kaptam le a képet. Szerintem pont be megtalált, pont sikerült a fej szétlocsantós képet elmentenem. Fú, bassza meg, ez jó volt. Nem kiméltünk, az biztos. Nem csak eltörtük a nyakát, mi szétzúztuk a fejét. Darabokra. Csapatokra szedtük a fejét. Meg se fogja találni a test részét. Még a fej részét. Hát... amúgy jó tett volt ide jönni amúgy, de nem azt mondom inkább, mert ez ilyen... biztos ilyen felelőtlen válasz. Jó tett volt ide jönni. Nagyon nagy szerencsénk volt, azért anya nem... Azért... Anya nagy szerencsénk azért... Nem volt az anyán nehéz, hogy szerencsénk volt meg ilyenek. Bosszút álltál Vezemírért. Ez az igazi. Ez a legjobb válasz. Bosszút álltunk. Mindannyian. Mind a ketten. Bosszút álltunk. Most már. És most már jöhetnek Eredinék. Vathalak a többi tagja. Jó van, visz. Jó van, Siri. Nem kell kétszer mondanod. Megtesszük. Csak ez picit odébb lesz majd egy pár része, de nem sokkal. Hamarosan itt van. Hát, össze kellene velük futnunk. Hát akkor menjünk. Akartam kérdezni már. Menjünk akkor.
Maradjunk még? Hát egy kis ölelkedés mielőtt elindulunk, meg kis alvás, talán pihenünk is kell, hát most közöttünk meg izé két darab bosszal, inkább négyel. Négy bosszal. Szilin megküzdött a fúriákkal, ami szintén nem volt egy könnyű rész. Geralt meg a Imleriffel. A tölgy halott. Bizony. Makkokka. Örüljetek most, hogy most megöltök a fúriákat és már szabadok vagytok. Nem vagytok leláncolva a fúriák által. Nélkülük kell boldogulnotok. Ez van. Dongri, siranai si kiomi van egy. Nem tudom, és nem is érdekel. De főleg ma hallod. A Geralt. A Geraltó. Kifujin no mono de mo nai. Omae tachi no da. Igen. Ez már a szabad velem. A szabad világ. Nem a senki földje, meg nem az asszonyoknak a birtoka. Ez most már a tiétek. Élvezitek, amit lehet. Ami nem jön neki újabb izék. Újabb ellenség, vagy nem tudom. Már kötve hiszem. Na, és akkor most elvileg elmegyünk Novigrádba, ha minden igaz. És megérkeztünk a gyönyörű szép Novigrádba, ami kívül gyönyörűnek tűnik, de belülről eléggé kevésbé. Kevésbé szép. Mint hogy azt a ez a felakasztott tetem újra is mutatja. Hogy a Novigrádban eléggé elszadult a pokol, amióta utoljára jártunk errefele. Eléggé beindultak a boszorkány vadászok. És ez szinte az összes másfajút elkapták, mint ahogy itt most lehet látni. Boszorkány üldözések voltak mindig. De minden másfajút elkaptak és felégettek. Mágián megégettek mindenkit. Aki csak lehetett. Hát igen, ez egy rossz korszak volt. Rossz korszak is most. Hát jó tett volt a Trisszéknek, hogy elmentek. Mert nem mentek volna, amikor itt van most a Triss, de akkor is jó volt, tett volt, hogy elmentek. El akartak menni Kovirba és elvitte a többi bajtársait. Lehet, hogy őket is elkapták volna és akkor felégették volna őket. Itt van Zoltán és Dandelion. És a Kameleon. Igen, Dandelion még nem találkozott még a Cirivel, mióta megtaláltuk őt. Merre jártunk? Ó. Hát tudod. Bevásároltunk, tudod, elmentünk a kertbe. Kapáltunk egy jót. Szedtünk pár gazt, meg füvet, tudod, hogy van ez. Tehettünk a kocsmába, ittünk egy kis kedveni rozés bört, rozés bort, kedveni világost, rifei krekket. Itt is, ott is. Mondjuk el, mely barátunk a Zoltán. Imlerif nyomában. És utolja sértük, és meg is öltük. És a vat, és a fúriákat is megöltük. Ennyi. És nem mondod meg, hogy megöltük-e, vagy nem őket, vagy nem mindig. Bosszút álltunk Vezemirrel. Ennyi volt. Kis fecském. Yeah. Na és akkor most kezdődik a kettő nagy küldetés résznek a első nagy küldetés része, ami négy darab küldetésből fog összeállni. Az nagy küldetés rész. Van valami érdekes? Nem is tudom, hogy melyikre kérdezzek. Több mindegy szerintem. Van valami érdekes? Inkább ezt. Lehet a lábáról láz. Nagyon érdekes sztorik ezek nagyon. Nyilván van, hogy Geralt a jelenre is Trisszre gondolt, hogy most történt-e bármi. Triss itt van az emeleten, igen. És ilyen meg akik özébe van a... És nem tudom, arany kecsegébe? Jól olvastam?
Azt tudom, van még kocsmában, az, az aranykecsegében van. Úgy emlékeztem még egyszer. Ugye, tök mindegy amúgy. Majd elmegyünk oda, nem oda fogunk először elmenni, szerintem milyen felőszintem, az a végére hagyjuk. A legjobb szobádat adtad neki? Beszélgessük Pista Dandelion-nal, most tényleg már olyan nem találkoztunk vele. Hát ő nem jött velünk a Kermolheni harcnál, nyilvánvaló mondjuk, mert nem egy harcos harkat a Dandelion. Őszintén szólva. Gwynblade és Zirael megérkezik. Igen, én vagyok Gwynblade. Nem vicces nevem van, hallod. Végső előkészületek, és akkor most van 4 darab küldetés, beszéljünk Avalakhal. És Avalaknak a küldetése, Yennefernek a küldetése, Ciri-nek a küldetése és Triss-nek a küldetése. És amit ezt a 4-et megcsináltuk, utána van vége a végső előkészületeknek. És utána elmegyünk Skellige-be, és akkor megkezdjük a harci előkészületeket, és ott is lesz vagy 3 vagy 4 küldetés rész. 3 vagy 4 kisebb küldetés, és akkor utána ér véget. Szerintem nem is tudom, hogy melyikkel kezdjek. Azon gondolkodtam, most a Avalakhoz itt van a itt van a házban, ahogy Triss is itt van a házban. Ezért... És Ciri az kint van. Yennefer is kint van. De én azt mondom... Nem Avalakhal akarnék menni, mert az eléggé komplex küldetés. Szerintem nem azzal szeretnék. Azt hiszem, hogy a következő videóban szeretnék oda elmenni. Ezért lehet, hogy akkor Triss-szel megyünk most. Triss-hez megyünk most. Triss-szel kezdjük a küldetéseket, nézzük. A Triss-i elég is picit rövidkes küldetés. Talán a legrövidebb. Utána a Ciri a legrövidebb, aztán a leghosszabbak a Yennefer-é. Ja, meg ki kell szabadítanunk a izit. Sajnálom, nem kellett volna. Nem akarok veszekedni. Főként most izé, nem akarok Triss-t magunkra haragítani. Nem volt muszáj, de Invelife-t elkaptuk. Ez az, ami számít. Bizony. Nincs semmi baj. Adunk egy kis puszit, hogy örüljél. Hát ott már is jobb. Tudtam én, hogy jobb lesz ez így. Na, adtunk egy kis pusziket, aztán már is jó. Jobbos a kedvünk. Idefelé jövett égő mágiákat láttunk, másfajokét. Mik ezt jól megkérdez, nem tudom, beszéljünk erről. Úgy is tudja azt Triss szerintem, hogy ez nincs a helyzet a kapukon kívül. Igen. Napon-nap a rosszabb a helyzet. Aha, hát egyetértek amúgy tényleg, mert Triss is és Yennefer is bajba lehet. Meg szerintem Avalakh is, mert ő is azért másfajú amúgy. Őt is feljuthatják, akár ő vele is vigyázni kell, mondjuk őt azért nehezebb lenne. Szívt még talán nem. Sikerült a szövetség tagjait összehívnod? Na, nézzük a fontos kérdéseket. Ida elutasító, ő nem akar jönni. Francesca sem akar menni. Fingilláról semmi hír. Kira, Margarita, Filippa. Kira, az biztos, hogy nem jön, mert most itt elment lovagolni az évvel, a Lambertkával. Kira Metsumo mata, szono hóhó kokoroititá. Daga kanozsó Alexander no kenkiú o motometa toki, oreva szori o sirizoketa. Nem ettől kis túrázni a Lambert-a most. Őt is kihasználja, és őt is lefettesse, aztán azért ellopja az utcokat. Robert szerintem azért az Kéra nem ilyen köcsök azért. Nem mindig inkább azt mondom. Hát meglátjuk. Hát akkor Kéra akkor kilőve. Akkor még a Filippa és Margarita van még hátra. Ne aggódj, sikerülni fog.
Hol van Filippa és Margarita? Azt kérdezzük meg inkább. Hol van Filip és Margit? Ilyen kidejtett valamit Ritáról? Mert Jen az Margaritát után kutat. Margarita után kutat, és a Triss pedig a Filippa után kutat. Felesleges megkérdezem, hogy ilyen hogy halad, mert szerintem nem tudja, hát nem egyszerre, nem együtt keresgélik a többieket, hanem külön utakon járnak. Szóval felesleges megkérdezem, majd a, vagy elefölte megkérdezem. Mert tudtunk valamit akkor Filippáról? Igen. Hát mondd a hosszabbat, most ráérünk. Van időnk. Annyi időnk, mint a tenger most. És kétesen most nem sietek, van időm most. Lehet, hogy még Darsos videót is fogok tervezni mára. Meg úgy terveztem ma kettő Witcher videót. Meg is tudom-e valósítani. Meglátjuk, hogy mennyire lesz időm. Most ma szerencsére jó időm, jó napom van. Van értem, hogy sok időm van most. Nem úgy, mint az előző napokban. Meg szeretném behozni magam a lemaradásokkal, ez az egyhetes kihagyás. És azt szeretném kicsit felhúzni magamat, és visszatérni a régi kerékvágásba. Igen, és akkor kiderült végül, hogy Filippa az aljában az a bagoly volt, az a szemkendős, szemkötős bagoly volt, akit a Zoltán megvett. Úgymond, és az Zoltánnak volt, és akkor mi mákvilágnak nevezte el. Amikor éppen keresgéltük a Dandelion-t, és a Dandelion-nak a barátnőit keresgéltük, és kikérdeztük őket, akkor láttuk először ezt a mákvilág nevű bagyot. És valójában mindvégig ott volt. Ő volt Filippa végül, és ezt persze nem tudhattuk nyilván, hogy tudhattuk volna. Meg sem lepődöm. És Zoltán sajna, nyilván mi más lenne, mert akkor nem mennél egyszerű a történet, elvesztette kártyán, és nem mással, mint a... Mindegy, majd nem mondom, de majd kiderül. Mi is majd kiderül. Nem ide valósi. Hát pedig, na mindegy. Magolytó Filippája, igen. Hidrománciához, egyfajta sorsvetés. A szökőkút kell, és akkor azzal, mert tudja mondani a vízben, hogy előtűnik ilyen képformájában, hogy hol lehet az a helyszín, ahol lehet a tartózkodik éppen a Vil Filippa. Találkozunk valahol később, az igen. Induljunk már is, most azonnal. Nincs vesztegetni való időnk. Hova menjek én most? Nem fog nekiállni a videóba itt túrázni, és sétálgatni, meg itt küldetés mellé küldik egy semmi, most haladni akarok a főküldikkel. Nem írjunk rá ilyenekre. Már csináltam egy special videót, egy külön kiadást. Ahol csak mellé küldiszt, és az volt persze a leghosszabb videóm, amúgy. De nem is baj. Főküldikkel foglalkozunk, mert... Csak akkor haladunk. Most hogyha... Az a vicc. Mi volt ez? Hogy... Az igen. Na, hogyha esetleg az összes helyszínt, mindent felvennék, de mellékküldit, Dixra volt az, igen, Dixánál van, a fürdőháznál Filippa. Ha minden mellékküldet is felvennék, akkor rohadt hosszú lenne a videózásom, és még konkrétan sehol nem járnék, még fején is, szerintem. A közelmúltat láttuk. Beszéljünk az első képről. Hova? Na, mi lehet az vajon? Nem akar lerázni. Igen. Tankrét udvari tanácsossá akart kinevezni Kovirban. Akart, hogy akarni is fog majd. És mit feleltél?
Természetesen nemet mondtál, remélem beleegyeztél. A ház, milyen ház volt az? Itt legszívesebben mindent megkérdezném amúgy. Azt tudom, mit kérdezzek, melyiket kérdezzem. Ezt nem mondom, szerintem ezt a kettőt kilövöm. Vagy ez, de inkább ez, mit feleltél? Tódai de Kobiri no hanasi o shite itana. Szóiú koto datta no ga. Igen, akkor valószínűleg ezért mondta, hogy Kobirba menjünk és akkor ott telepedjünk le. Akkor igen, mondott. Igen, akkor mondjon akkor, hogy mi lehet ott. Mindkettőnök az én leszel, az igen. Akkor elég komoly behatású személy leszel, akkor hallod. Ez szép. Gratulálok, remek leszel. Tehát, hogy gratuláljunk neki akkor. Ez egy nagyon szép gesztus, meg nagyon szép kiérdemlés, meg a rang. Biztos, hogy fel fogsz tudni nőni feladatra. Na. Mindegy, akkor másik ugyan, hogy választás az is ilyen hasonló válasz volt. Kovil királya mi ösztönzi? Gondolom, ezzel most megkérdezzük, hogy miért is akart, miért pont tiszt akarták most megnevezni a tanácsosnak. Azért, mert mágus a Triss, hogy mi? Ez elég érdekes válasz volt. Nem akarok rosszra gondolni, de ez elég furcsa. És hogy mi tudjuk, hogy hogyan mutassuk ki hálánkat. Mivel háláljátok meg a nagy lelkűséget? Ha? Csak nem a izével ágyba hempergés, na mindegy. Csak nem azzal. Ház szerepelt. Az a ház vár minket pont Vanisban. Aha. Jó van. Bevágol az én Gerardnak a szakállal. Nagyon vicces. Itt végzünk el, amikor ennek az egésznek vége. Egyeztük oda. Cét biztonságot, hogy szeretném, ha ott élnénk együtt. Ezen gondolkodnom kell. Én a Witcherek életét élem. Miért ne? Hát... Gerard már... Úgyis már elég öreg, szerintem lassan... lassan a szögre fogja elkasztani a kardját, szóval... Legyen, miért ne? Ha szerelmünkkel lehetünk, akkor miért is ne? Lehet, hogy biztos Kobiba is lehet akár akadhat pár dolog... Esetleg, ami... Ilyen lehet. Nem tetszik. Mondtam, hogy miért ne, mindegy. Érdekes. Nem azt mondtam, hogy gondolkoznom kell, azt mondtam, hogy miért ne. Nagyon tetszik. Na, azért. Nagyon tetszik. Ennyi. Semmi azért, hogy ú, de örülök, hogy tetszik, vagy valami. Semmi? Hát, ennyi. Triss már nagyon beleérte magát, hogy már... Komakai hanasi wa ato ni suru wa. Ima wa Filipa o mitsukenai to. Jó van, mesélj csak. Alig várom, hogy elmesélted részteket. Alig várjuk. Na. Akkor most már foglalkozunk a feladattal. Amiért megbíztak minket. És ha végre mi átvetjük az irányítást, hogy most mi van a fél életem amúgy? Viszont vegyük már le a... Most nézzem, mindjárt reggeledik. Hajnalodik. Meditáljunk egy picit, meg egy órás kell, mert nagyon le van... Töltődjön fel a fecském, meg a rafart pálat is. Jaj, már kiváló fecském van? Mióta? Nem is emlékszem már rá, hát ennyi, erre beszélek már. Annyira elhanyagoltam most a Witcher-t manapság, mostanában. Vissza kell picit térnem a Witcher világába, mert már picit elhanyagoltam a Dark Souls miatt. Meg az idő hiánya miatt, sajna. Akkor minden igaz, akkor Witcher videó után, ezutáni Witcher videó után persze meg tudom csinálni a mai napi, a második következő Witcher videót. Hú, mi ez a hang? Ura kézél. Hú, tudom, mi harc van. Akkor utána még terveznék egy Sea of Thieves videót, nem tudom, hogy a srácokkal.
Emléletileg szilotízezni fogunk, folytatni fogjuk a 5. és 6. részben lévő Hungry Deep DLC-t, amit nem sikerült befejeznünk. Most valószínűleg ebbe a videóba be fogjuk fejezni. Utána! Varázsonó itt marad. Triss velem jön! Persze már. Tiért? Hát jó. Egyedül is megoldom. Mi a fasz? Elmebefolyásolást hajtott végre a Filippa? Most már hiába bujkáltak, most már nincs itt a Filippa, elmenekült. Meghallotta, hogy megjövök, itt vagyok már, ezért elfutott egyből. Dijkstra embere. És szegény emberét Dijkstrának most meg kell ölnöm. Nem is hát gondolom, hogy megölöm. Nem hiszem, hogy ezért elkábítom őket, hogy ilyenek, vagy csak így megsebesítem, hogy ne tudjanak felkelni. Szerintem. Megint csak féljeltem volna, amúgy, na mindegy. Valószínűleg erre jött. Na, pusse utána? Gerardo. Lesz hozzá. Hú, ez az, még itt vannak, hogy nyomorult katonák áldása, az még pajzsos is az egyik. Fasza. Ajjaj. Baszom a pajzsodat, geszi. Megbasz az Isten. Gyere. Counter attack. Ah. Igni. Jó. Pacek. Fasza. Ó, még a Bartot is beizélte. Remek. Ez el nehezebb dolgom lesz. Jó szagú madárka. Na hát akkor... Harcolunk vele, vagy kíméljük meg. Segíteni akarok neki. Próbálkozzunk meg szépen kérve először is. Hát ha sikerül. Igen? Majd én meggyőzlek. Csupa rontásod. Rontás. Megette egy vén folytoló idércet. Az finom lehet. Azt mondom. Biztos fincs lehetett. Ha te mondod, engedj át, én segíthetek rajta. Engedj már át, hát vicsár! Ez nem egy félreírás volt? Hogy most ez egy direkt így írták. Nem vicsár, hanem vicsár. Vicsár. Az meg. Ilyen névhez van. Drót. Nézz meg a drótot. Van egy csomó minden, várjál, mert vegyük már ezeket fel. Ezeket mind itt hagytam, baszki. Mi a szar? Azt hiszem, ezeket már felvettem egyszer, amikor már voltam itt. Mert szóval voltam azért már itt, nem most jöttem ide először. Na. Csívd el Filippa Elhartot. Hol vagy, Filippa? Ne szarakodj el velem. Ott van. Hát ez a te hibád, ha nem hiszel nekem. Tehát akkor is elkaplak, akármennyit küldesz rám itt ilyen baszott gólemeket, akkor sem érdekel, tűzelementálba az meg sokkal jobb. Hát akkor ő ezen axi kéne, nem igni, mert ignivel semmit nem tudok érni. Tűzelementál ellen semmit nem érek. Ignivel. Kecsetőmi csak jobban megizélem. Jobban felerősítem a támadását ezzel, hogy még tüzet rányomok a tűzelementára. Én csak éltem már. A fél évetem már levittem. Még azt még meg kell gyorsan. Milyen durván lehet látni, mikor megküzdöm, mikor rávágok a tűzelementára, elkezdi parátlani a kardom. Elkezdi ég a kardom, hogy lehet látni. Nagyon durva. Izzik a kard. Azt a szót kerestem. Izzik a kard. Igen. Nem ég. Izzik. Kész. Na most mit akarsz, Filippa? Na most mit szeretnél most? Ha engedsz, azért.
Aztán már nem enged bazeg felugrani. Az lett volna szép. Megjöttem! Na mi van? Mi van Filippa? Mégse látsz annyira akkor, hogy látom. Tudom, hogy valkam úgy, de... Ma van valami képesség, amivel tud látni. Nézd ki, nem teljesen tökéletes ez a képesség. Na? Most már hiszel nekünk? Na, tessék. Tehát, ha már meg akartunk volna, akkor már így megöltünk volna. Ugyan már? Geralt az nem erről híres. Geralt nem az árulásról híres. Tudhatnád. Tudhatnád. Most nem is tudom, mi legyen most. Szerintem már ez, ami lassan már véget ér. A rész. Szerintem lassan már vége a videónak, lassan még befejezem, mert most már kifutunk az időből. Már lassan egy óránál járunk. Szóval még nem járunk teljesen egy óránál. Szóval lassan vége a küldetésnek. Szóval ezért, hogy nyilvánvalóan legyen egy óra, ezért még csinálhatni egy küldetést, meg fogok csinálni. Szerintem a Ciri-nek a küldetését fogom most elkezdeni, mert az a legrövidebb a három másik közül. Igen. Ahogy az... Szükségem van rá. Csúnya véget ér az ügy. Jó, azért nem akarok fenyegetőzni, mert azért az nem... Tisztra a haverunk elvileteleg. Igen? Nem érdekel? Akkor vigyázz a szádra, baszki. Geráltal beszélsz. Mahakam. Felelni fogsz. Féltasztott Dixrát erősen. Ez is rohadtul félhethető, bazznek ez a féltasztított a Dixrát erősen. Ez kurvára félhethető, meg konkrétan ezzel. Mert egyszer kipróbáltam, hogy féltasztítom. Azt hittem, hogy konkrétan félretaszítom, hogy szó szerint félretaszítom, hogy ellököm, vagy valami meglököm, arrébb lököm, hogy nem menj innen az útból. Nem. Tudod, mit csinál, ha ezt nyomom? Konkrétan orba bassza, konkrétan egy izé, öklössel, jobb horog izé, és rá... Orron küldi. Bazd meg. Meglepődtem, ott biztos. Hadd menjünk ki, és cserébe elmondom, mit keres Nilfgaardi császár. Nem tudom, ez miért érdekli őt. Egy értesülés. Kereskedő céhet. Na, ez már érdekesebb. Értekesebb, izé? Téma. Igen, megtaláltuk Szirit. Nem tévedünk. Időre majd kiderül. Magát a nem hírtől hallottam. Majd elhiszi. Hát ki mástól? Ő a Nilfgaardi király, baszki. Ki másra tudnád, mert persze hazudtak el. Most azért nem tudjuk ki a terve vagy valami, de... Kétlem, hogy ő mondaná ezt. Felszegesen mondaná ezt, akkor hazudna. Igen, most éppen arról beszélnek. Radovid gyilkosságáról beszélnek inkább, hogy most, hogy őt meg akarják ölni, Radovidot. És persze, hát most Filippa meghalotta. És persze, hogy Filippa is ugyanúgy szívből gyűlöli Radovidot, mert persze Radovid volt az, aki megvakította még a második részben Filippet. A lófaszt. Gondolom, nem teszed meg. Hadd beszéljem. Szerintem jó segítség lenne szintén Filippa, hogyha ő is becsatlakozna. Le se szarom. Biztos nem fogja elfogadni.
Nem fogja megengedni az a Dixre, hogy Filippa csatlakozzon a csapathoz. Tojásfőzésre bíznám rá. Na, jó van, viszem én, menjünk akkor, mielőtt még meggondolja magát. Raktált a kikötőben. Most jól elmondtam, most az Filippa is most ezt meghallotta, hogy hol lesz a találkozó. Igen, az a fontos, ezt meg kell csinálnunk. Ezt mindenképpen meg kell csinálnunk. És ezt videóban szeretném megcsinálni. Szerintem majd a következő videóban fogom majd megcsinálni ezt a részt. Valószínűleg most már nem. Majd de most ezt a Siri-t fogom csinálni, mert azért ez csak egy rövid küldi. Szóval előbb menjünk akkor Izéhez, Siri-hez, és akkor utána. Majd a videó, majd a következő videóban majd akkor a Radovid megölése és a Yennefer Yennefer felkutatása, és most hogy megtalálni Izét, a Margaritát. Aztán legvégül Evalachal fogunk beszélni, őt a végére akarom hagyni. Na hát akkor megcsináltuk az első küldetés részünket, a szemet szúrva nyilvánvaló nevű küldetést, ami hiszen a küldetése volt, ez az állam érdek nevű küldetés, ez kell ahhoz, hogy ebben a küldetésben tudjuk majd megölni Radovidot, majd abba kezdődik-e az a küldi. De én még nem megyek oda. Mert nem, itt egy zé. Itt egy borbé. Na. Vágassuk le a szakálunkat? Jaj csak. Hol vagy? Na. Igen, igen, nem vagy szarva, most már 100 000-szer hallottam a hangodat, meg azt a választ. Teljesen borotváltra. Már is jobb. Jana. Jana. Janás. Na, akkor amit akartam mondani, menjünk akkor Sirihez. Itt ez a nagy udvar szerű hely. Ja, itt a Siri, bazdmeg, észre vettem. Addig lehet, megismerni, most inkább látszik, hogy ezzel a köpennyel meg csukjával a fején, ezzel most picit nehezebben lehet észrevenni. Igen, most a színnek a feladata az lesz. Most elmegyünk a novigrádi pajtásaihoz, akik segítették neki a nehéz időkben Novigrádba. Meg akik kevésbé segítettek neki, és akik azok, amelyek bosszút akar állni, mint például a kurafikajökkel. Menjünk persze, menjünk, azért vagyok itt. Templom szigetre megyünk. Jó van. Fúha. Nagyon komor a Siri most. Valószínűleg most először a kurafikajök a szó menni, hogy templom sziget. Egyértelmű, hogy akkor a kurafikajöknek a házához. Házához, a templom sziget a háza. Templom szigeten van a háza. Kurafikajököt. De is ő halott. Nem megöltük. Élésvírva a templom szigeten. Kardot döftöm nyomrába. Nem hiszem, hogy az azért lesz. Kurafi lesz. Teljesen más lesz, szerintem az a Dudu lesz. Alakot váltott. Ezzel leplezze magát. Még ez jó kis az játsza. Na. De most nyilvánvalóan nem a rejtek helyén van a Oxenf... Ne, hogy van? Oxenfurtban volt? Azt hiszem ott volt, ahol megtaláltuk, azt hiszem. És ez a rendes háza. Nem a rejtett izé. Szarjankók. Majd csak kitálunk valamit. Nem állok le vitatkozni meg izé kardozni velük, mert most felesleges. Igen, igen. Egyesség. Haszal.
Na, köszönöm szépen a együttműködést. Legközelebb is ugyanilyen szépen szeretnék bejönni, de nem akarjátok itt látni. Ebben a legtetején van a kurafi. Itt. Nem? Nem itt van? Itt van. Na, hát akkor lessünk be. És tényleg itt van a izé kurafi. De szerintem nem ő lesz, mondom. Nézzük meg, hogy... A... Ott jobb szeme. Jobb szemével lehet látni, hogy ő az Dudu lesz, mert neki van jobb szemén. Sebes a jobb szeme. Ó, ezt picit elhibáztad. Túl sokat szórakoztál. Mondom, hogy a Dudu az hazudik, öld meg! De köcsög lenne, hallod. Bizonyíts be! Na. Pár kérdés. Mész fesz a kutban, hogy csepürágók? Igen, Dudu. Tessék. Ezt kurafi nyilván tudta volna ezt a választ. Ostoba tréfa volt, valaki más kellene inkább eljátszanod. Valaki más kellene inkább eljátszanod. Legalább én nincs olyan nagy izé, nem tudok ki háború, hogy meg ilyenek a kurafikőjök emberei miatt. Most azért ne kellnek itt hadjáratozni, bossz hadjáratozni, most hogy hú, megölték a kurafikőket, és akkor most ezért most hú, mészárolunk le mindenkit. Ha én most akkor azt hiszi mindenki, hogy akkor él a kurafikőjök valójában. És ezzel legalább mindenki békében fog tovább élni. Senki nem fog izé bosszút állni miatta. Bizonyos szempontból megkapta magáit. Hát, Dudunak is jól, mert el tud tűnni a másik boszorkány vadászok elől, el tud menekülni így. Hát valószínűleg őt is úgyhogy üldöznék, őt is meg el akarnák égetni szerintem. És megkönnyebbültem. Hát... Gondoltam én. Nem félsz, hogy rájönnek? Hogy megy az üzlet? Hogy működik az üzlet? És mit is csinálsz? A számok nyelvén. Ugye azt üzletet csinálod, mint a kurafi, vagy valami teljesen más. Igen. Kalmár lettél. Na. Most akkor jó tért akkor a kurafi, most akkor elmés, hogy azt gondolják a másik emberek, hogy most jó utat tért a kurafi. Akik azt hiszik, hogy él valójában én mindig. Nem félsz, hogy arra, hogy rájönnek? Esetleg. Milyen furcsa olyan ugye nekem, hogy egy pillanatra valamikor sokkal hangosabban hallom vissza a mikrofonból a hangomat. Valamikor meg ilyen kevésbé, és így alig hallom a hangomat, és így nehezebb beszélni picit. De ugye nem vészes a helyzet, persze. Valami kecségéhez kell menni. Hát akkor valószínűleg nem ott lesz akkor az Jennifer. Akkor faszom, nem figyeltem. Nem tudtam elolvasni, hogy ezért, hogy hol lehet akkor ezért a Jennifer. Na, hát akkor menjünk tovább. Menjünk akkor az arany kecsegébe. Arany köcsögébe. Elszámolás. Kövessük Cirillát. Ja, vagy most, hogy egy csajnak szeretném megközönni, hogy az év fontosan segített neki a... Szélynek. Itt van egy küldetés, most nem érdekel engem. Hát ezen mit csinál itt? Itt gurul egy robbanó hordó, mi a fasz? Az igen. Bevágoltak a robbanó hordók. Az meg bevágolt a földbe. A láda. Fasza.
Melyik az a város? Akkor Zerikánia volt akkor, sötét volt a bőrük. Nem. Fejen, nagyok voltak a... Nagyobbak voltak a házad, de sötét bőrűek voltak. Ez milyen hely lehet? Wakanda? Wakandában voltak? Nem tudom, ez milyen utalás akar lenni ez amúgy. Szerintem ez valami utalás akar lenni. Amerikára? Hát Amerikában azért ott is van a feketék nyilván, de ott szerintem több a fehér. Vagy szerintem lehet, hogy inkább egyforma. Az mire akart most utalni? Szerintem valami utalás akart biztosra tenni. No. Itt vagyunk annál a csajszínál, csak most úgy néz ki, őt elkapták, vagy csak inkább... A bajkeverők most éppen ki akarják... El akarják rabolni, biztos. Már biztos csak kötözködnek velük szerintem, és kötözködnek vele. Jobb lesz, ha magadtól távozol. Nézzük meg ezt, hát ha elmennek. Tehát nem hiszem úgy... A fehér gyümölcsös mészárosa. Megmetszette a fákat, megölte a fél faut a falu előjárójának felesége. Mi van? Ez hülyeség. Ez fasság. Hát milyen izé megölte a... Egy is sem igaz. Nem a fél faut öltem meg, csak egy pár embert, akik az életemre akartak törni amúgy, őszintén szólva. Életemre akartak törni, és azért öltem meg, hogy konkrétan öt ember talán. Azt ennyi. És ez a öt embernek kívül senki más. Meg az, hogy végighúztam a lován, felkötöttem a lóra a előjáró asszonynak a fejét. Mi a fasz? Megsöltem az előjárónak a előjáró azt, hogy megsöltem amúgy, de mindegy. Ki vagyok én? Rivier Geralt. Az enyém ottak védelmezője. Nincs bennem semmi rendkívüli. Rivier Geralt vagyok. A Rivier Geralt. A Geraltó. Bizony, az a Geralt. Horkantó nevetés. Ez komoly. Mit hallottál? Kíváncsi vagyok rá. Viszont rángatott ki a bajból, hogy rég is nem is számolja. Én meg tudod nevettetni. Hát, ezek jó dolog, jó izé. Kedves bókok. Szerintő. Mert ő mondta ezt az izének a beárnak. Köszönhetett mondani mindenért. Mit is csináltam úgy? Az a Bea rejtegette, vagy mi? Nem én is segítettek, amikor ételt ad neki, vagy esetleg ilyes volt, vagy mi? De mindegy. Maradtok egy ragúra. Fogadós, ma reggel vágott le egy malacot. Hoppá. Nem menne rossz amúgy? Messzizukba. Valdót. Hát visszajöttünk még estére, ők is vacsorára visszajövünk, jó? Egy kis esti ragu, ragu-vocsi. Az az igazi. Malac húsikából. Ismét 200 XP, hogy olyan szinten kapjuk az XP-ket, hogy beszarok. Kedvesnek tűnik. Rémes vagy. Egyből már ezért rosszra gondol a Siri biztos. Mivel azt gondolom, hogy nem akarom ebből a ágyba vinni, azért ennyire hülye nem vagyok. És hát ennyire izé... Pervezem vagyok inkább, és inkább... Akkor stűci sem vagyok. Minden egyes lányt, aki ott meglát, az ebből izé... Hú, jó lenne az ágyba. Vezet, de szépen néz ki ez az izé játék, meg megőrülök. Még mindig kurva jól néz ki ez a játék, bazd meg, még mindig. Már 3 éves a játék, el se hiszem úgy, de tényleg, el se hiszem, már 3 éves a játék. És az utolsó DLC a... Blood and Wine. Na itt jött még egyszer, mi az Isten volt ez?
utolsó DLC, a Blood and Wine, az is már 2 éve jelent meg. Remélem nem történt semmi probléma a videóval most valamiért. Ami hülye ablakot megnyitott, aztán kidobott a főmenübe. Fura módon. Itt van Valdo, az evegő az utolsó... ez az utolsó megálló, ahol mennünk kell. Livia no Geralto. Hát mindenki hallott rólam mindent. Túlzó meséket Szirtől talán. Köszönöm, hogy befogadtátok Szirit. Hát... Most nem azért aggódok, hogy most nem történt semmi a videóval, mert azok, hogy most történt valami a videóval, akkor a végére, a legvégére, mert már azért mindjárt befejezem a videót, hagyjuk már. Nem most szórakozzunk. Vicserné mindig beúrik egy ablak. Dász aztán meg mindig kidob kidob az a menübe, és kidob a az asztalra, és akkor ezzel nyit meg egy ablakot. Nem tudom, mi a franc van amúgy, nem tudom, miért csinálják ezt. Mérges valami miatt talán segíthetnénk? Mérges valami miatt? Inkább azt kérdezzük meg. Nem, mintha annyira kedvem most segíteni amúgy. Szó nélkül tűntem el. Hogy köszönés nélkül elfutottál, az kész. Úgy, hogy mint a izé, mint a bárónál. Feltesszük összeget fogadásra. Csak nem lóverseny. Csatlakozok-e? Hát miért ne? Persze. Imádunk lovagolni. Keszeggel levelek mindenkit. Keszekkel leverünk mindenkit, baszki. Nem kell aggódni. Na. Akkor 3-as verseny? Hát akkor... Válaszok együtt. Hát nem választok semmit, én keszeggel vagyok. Most keszeggel vagyok amúgy most? Annyira figyeltem, annyira néztem a keszeget, baszok, hogy most ez a keszeke. Konkrétan már rég elrajtoltak. Már elbasztam. És én mit csinálok? Én meg itt izé elhajtott titeket már 6 éve. Nem tudtok utolérni. Hello. Nem fog menni. Most sem mondom. Az én hűséges tátosom, keszeg. Bárkit legyőz. Főleg a nagyon baszó verseny nyereggel, nem a nyeregtáskával győzöm le, na. A nyereggel győzöm le. Sokkal gyorsabb vagyok a nyeregemmel, nem tudom, hogy miért. Jobb az állóképességem azáltal, hogy jobb a nyeregem. Vitatkozunk inkább a logikával. Na hát én nyertem ma izét összeget akkor. Na hát akkor most... tábort verünk. Igen, ez a helyszín most itt a Valdóikkal. Ezt volt a legtovább. Van egy kis tábortüzés, izé, kaland. Rohad is tisztről, sosem gondoltad volna. Hát... hogyan? Hát simán. Olyan simán, hogy hihetetlen. Igen, ez a másik, hogy Jennifer-re fontosan csak vitáztunk, meg izé veszekedtünk, meg... már untam a... Jennifer-nek a bunkó stílusát. És Trisszel... teljesen más, sokkal nyugodtabb az élet Trisszel. Mert ha nincsen izé stressz, meg veszekedés, meg ilyenek... vegy nyugis az élet. Mi egy kis bort? Persze, hogy kérek bort. Jó kis rozé fröccsöt szeretnék, jó? Szódával felhígítva.
Oly meg izé, zsonglőr. Ittogálni? Azt sem tudom, mi az ittogálni. Jó terv, most meg mi aggaszt? Előbb le kell győznünk a vadakat. Te utána mehetsz felelem, amit te legyőzted a vadakat, te mehetsz? Jó terv. Amúgy. Veled tartok, nem. Nekünk a izé el kell menni, ennek mit Trisszel tartunk, nem tudunk vele tartani, nem most már. Ezt megmondtam. Bizony. Szövetséggel menni fog. Most nem csak Yennefer fogja tartani ezt a hatalmas nagy izé védő pajzsot, hanem most már öt varázsló, köztük Triss is ott lesz. Ahogy lesz, úgy lesz. Az nagyon... aztán válaszd, baszki. Egyszer csak egy dolgot, hogy élted ezt? Hogy élted ezt? Csak tréfáld. De ez most ez is valami úgy, amit új utalás akar lenni, ez most ez csak a kezdet. Azt mondja a Siri, hogy ez csak a kezdet. De minek a kezdete? Valaminek a kezdete? Részeg? Értelek. De ez nem a kérdésemre a válasz. Nagy dolgokra születtél. Te választod meg, ki vagy. Amúgy jön. Az a másik, amelyek rá, hogy azért nagy dolgokra születtél, akkor meg akkor azért vagy, azért, azért sértődsz meg, mert hogy... De én nem akarok nagy dolgokra születni, hétköznapi akarok lenni, hétköznapi akarok lenni. Hát... legyőzzük Eredint és szabad leszel. Ilyen egyszerű. Eredin だけじゃない。私を狙ってる人たちが他にもいる。女魔術師会がそうだった。De hát, hogy valami utalás lehet, hogy esetleg egy Witcher 4-re, vagy egy Witcher már egy következő Witcher, mondjuk egy ilyen számozott nélküli Witcherre, mondjuk esetleg, amiben Silly lesz a főszereplő. Amúgy én őszintén szóval, hogyha lenne még egy Witcher játék, amiben Silly lenne a főszereplő, akkor én azt már nem számozottan csinálnám. Nem Witcher 4-nek nevezném el, hanem Witcher, The Witcher, és akkor valami ezért alcím, az kész. Mert ez már, most a számozott részek azok Geraltról szóltak, és ezért remélem igazad van. És ezért mondom azt, hogy ha most Geraltról szóltak, és most a Ciriről szólna az a vizé, akkor már nem számozottnak kéne enni, hanem valami teljesen ilyen mellékebb alcímmel felvétezett résznek. Kéne ennie szerintem. Ez én véleményem amúgy. Aztán lehet, hogy most lesz Witcher, majd látjuk. De volt a dolgok, hogy lehet, hogy lesz valami Witcher még talán valamikor. Csak Geralt nem lesz. Most Geraltnak akkor annyi véget ért, de még Witcher még lehet. Witcher világában visszajöhetnek. Na mi az? Persze, hogy úgy érzik magunkat. Nem. Igen, tökéletesen érezzük magunkat, minden a legnagyobb rendben. Igen, mi az? Nem sikerült a lovakat megszerezni, vagy mi? Ellopjuk a lovakat. Hát azért 30 ezer is sok. Hát... nem tudnád megvenni őket? Nem fogok lopni. Majd én megveszem nektek. Kössünk el pár lovat? Na, miért is ne? Ha már értünk, akkor miért is ne? Vegyük meg akkor. Szóval,
Hát akkor... Csak nyugi. Hát... Ugyan, majd én nyugodt vagyok, hallod? Én mindig nyugodt vagyok. Ja. Osonjunk be akkor, szépen... Stealth módba, sneaky módra. Beosonunk szépen a... a pajtába. Azt elkötünk pár lovat. Illegális módon. Ott az őr. El kéne szedni a... Le kéne ütni valahogy. Jogi, hékás. Üssük le őt. Más nem tudok csinálni. Szerintem nem tudom máshogy megoldani. Ez csak így lehet. Ez mennyi életed van neked, hallod? Erős vagy. Most beszarok. Na? Nem kell sok? Ez hova ütötted, hallod? Üssed már, na, végre. Pajta kulcs. Akkor... nyissuk ki, na. Akkor ne ezt nyissuk ki, akkor azt nyissuk ki, hát... Tessék, ki van nyitva. Ilyen kevés egy ember őrzi ezt a pajtát, ez jó szar amúgy. Axiel... csitítsuk el a kedélyeket. Nem az igni, bazd meg. De... most mondtam, hogy... megnyugtatnám a lovakkal, de nem engedi. Megvan, kész. És elloptuk a lovakat. Ennyi. Szarok vagytok. Milyen védelem ez? Milyen őrség ez, hallod? Itt bárki lopat mindent akkor itt adni a helyiségnél. Elég egyszerűen elloptuk a lovakat, baszki. Érdekes. Játtazó! Megvan a lovacska! Megvan a jó 30 ló, nem tudom mennyi. Persze, hogy az volt. És ne, hát... néha nekünk is kell helytelenül cselekedni, nem tudom mindig ezért. Helyesen cselekedni, amikor muszáj. Megtenni pár rossz dolgot is. Hogy tegyünk érte pár jót is. Na. Akkor elmérte, akkor megvagyunk akkor Szirinek a küldetés részével. Így veled, Gerált. Aha, kész. Na. Fasza! Kész van, Szirinek a küldetés is megvan. Ezzel Imlaris bosszúja után is költ két darab küldetést is megcsinálunk, és most már csak Ávalákkal kell beszélnünk, és Yennefer-rel, és utána én is hagyhatjuk akkor Novigradot, és utána már mehetünk Skellige-re. És akkor megkezdődik a utolsó nagy küldetés rész. A Final Battle of utolsó végső küldetés előtt. Na, viszont ezzel a csodás hídi látképpel búcsúzok most ezzel a videó, ebben a videóban. Megköszönöm szépen a figyelmet. Ez volt már a Witcher 3. Találkozunk egy újabb videónál. Attól függ, majd nem tudni, hogy most milyen videó lesz majd. Ez majd akkor kiderül, hogyha feltöltöm. Na de, legyetek jók. Sziasztok.